Hát ott van a lényeg, a Póló Dom, bajnok csapat, megnyertétek az NB1-t, megcsináltátok, nem volt azért egyszerű ez a mai nap, érthető, hogy azért nyomott a tét, de minden jó, a vége jó. Ez így van. Milyen volt a mai meccs? Egy kicsit nehezen találom a szavakat. Összefoglalva az első fél időben azt gondolom, hogy nem játszottunk rosszul, viszont jól se, nagyon sok kihagyott zicserünk és átlövésünk is volt, kicsit védekezésben is laposak voltunk. Fél időben viszont helyre tettük ezt a dolgot, és úgy jöttünk ki, hogy itt ma mi csak nyerhetünk. És nem mondom, hogy hibátlanul játszottunk utána, viszont ez már nem számít, mert nyertünk, és húha, és ünnepünk. Sok minden és nagyon... beugrik ilyenkor, gondolom, azért ez egy hosszú menetelés igen, volt. Igen, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és nagyon büszke vagyok a csapatra. Ilyen hangulatban ünnepelni, meg gondolom, hogy ez a non plus ultra. Igen, igen, abszolút, úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, és a szurkolóinknak is, mert hihetetlen hangulatot teremtettek itt nekünk. Szívből gratulálok, jó ünnepés. Most Réka, te éltél már át a csapattal feljutást, bajnoki címet, de azt hiszem, hogy ez nem olyan dolga, amit meg lehet tudni. Milyenek most az érzéseid? Hát nagyon szuper érzések kavarognak bennem. Tényleg ilyen szurkolótábor előtt játszani le ezt a mérkőzést, utolsó hazai pályás mérkőzés, úgyhogy nagyon-nagyon szuper érzés volt, és nagyon nagy célt sikerült elérnünk, hogy újra feljutottunk az első osztályba, és innen se állunk meg, és dolgozunk tovább, és köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott ide, és köszönjük a szurkolást. Nem lehetett könnyű, jól tudom, akkor ti direkt nem is gondoltatok erre a héten, hogy bajnoki cím meg feljutás. Látszott azért az idegesség az első fél időn is, de szünetben valamit jól megoldottatok, vagy megbeszéltetek. Igen, szerintem picit idegesen kezdtük a mérkőzést, nem jöttek össze a lövések, védekezés sem mondom, hogy annyira összeállt, de a másik fél időre teljesen más csapatként jöttünk ki az öltözőből, és nagyon örülünk tényleg, hogy ez sikerült megvalósítanunk, és ez egy hatalmas cél volt, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, és meg fogjuk ünnepelni. Ezt akartam kérdezni, de nyugtass meg, hogy nagy buli lesz. Megnyugtatlak, mindenkit megnyugtatok, hogy nagyon nagy buli lesz. Köszönöm. Köszönöm. Azt hiszem, hogy mindenkinek ez egy nagyon emocionális pillanat, de szerintem kiemelkedik, hogy számodra ugye búcsúzol a csapattól. Hát nem tudom, nagyon banális, hogy milyen érzés, de azt hiszem, hogy így kell, a csúcson kell elbúcsúzni. Hogy mindenkinek azt ajánlom, hogyha valahogy búcsúzni kell, akkor így, ilyen közösséggel, ilyen érzéssel, feljutással. A meccs is nagyon jó volt, mi tettük izgalmassá, de talán pont így kellett lennie. Ugye óriási hullámvasút volt azért sok szempontból ez a szezon, voltak azért mélyebb pontjaitok, de nagyon szépen megoldottátok itt a véghajrát. Minek köszönhető ez szerinted? Hát mindenképpen a kitartásunknak. Itt a fél időben is hangzott, hogy itt ma csak nyerhetünk, ezt mindenki tudta. Szerintem számunkra nem is volt ez kérdés, de ezt be kellett bizonyítanunk a többieknek is, mindenkinek, aki kijött és szurkolt ma nekünk. Nekik innen is köszönet. Nehéz kérdés, de mit viszel útra való magaddal ebből a hosszú és sikeres vasasos időszakodból? Hú, ez tényleg egy nehéz kérdés. Hát ezt a két feljutást, ez hatalmas emlék és mérföldkő volt az életemben. Nagyon szerettem itt lenni. Talán mindig is egy kicsit vasasos maradok, így, hogy itt fejezem be a pályafutásomat. Hát küzdés, azt nagyon tanultam. Tehát köszönöm. És szerintem ünnepelni is azért tanultál, meg gondolom, ma azért nagy buli lesz még. Biztosan. Köszönünk mindennek, Zsuzsi. Nagyon köszönöm szépen mindenkinek.